Üdvözlünk titeket a Tikitaka TV-n, ahol a mai videóban az Unibet támogatásával 10 olyan játékost mutatunk be nektek, akik rácáfolnak idén a kétkedőkre. 10. Burak Yılmaz. A Lille drukkerei szinte egy emberként hördültek fel, amikor fiatal gólvágójuk Victor Osimhen 70 millió euróért történő eladását követően a francia klub mindössze 40 millió eurót költött a teljes keretre. Így a sztárigazolásnak számító Jonathan David mellett csupán olyan nevek érkeztek, mint a 35 éves török veterán csatár Burak Yılmaz. Az igencsak spórolós, mondhatni fukar megoldásnak számító igazolás azonban ez idáig a klub vezetőségének igazát bizonyítja, hiszen Yılmaz 10 mérkőzést követően 6 gólnál és 2 gólpassznál tart. Olyan elismert neveket megelőzve a Ligue 1 góllövő listáján, mint Memphis Depay, Mauro Icardi vagy Ben Yedder. Különös fricska a sorstól, hogy az idény elején előre leírt török támadó remeklése mellett a Lille 27 millió euróért vett csatár tehetsége, Jonathan David mindeközben csak szenved a pályán. Önmaga árnyékaként játszva még villanása sem volt a francia klub színeiben, miközben Burak Yılmaz a tabella második helyére lőtte csapatát igazi vezéregyéniségként előlépve. 9. Irvin Lozano. 2019 nyarán alig volt olyan klub, amely ne figyelt volna fel a PSV fiatal tehetségének, Irvin Lozanónak a játékára, miután a holland csapat színeiben évről évre megbízhatóan varázsolt a mexikói támadó. Lozano 2 egymást követő évben is 17 gólt és 11 asszisztot számlálva járult hozzá a csapata sikereihez, így nem volt kérdéses, hogy előbb-utóbb egy nagyobb klub is le fog csapni a játékjogára. Végül a Carlo Ancelotti által irányított Napoli lett a befutó, ahova a mexikói szélső 38 millió euró fejében a klub nyarának legnagyobb vételeként érkezett. Lozano helyét azonban sehol sem találták Nápolyban, a játékos pedig a később leváltott Carlo Ancelotti, majd az új vezetőedző Gennaro Gattuso rendszerében is szenvedett, így végül az egész kiírás során szerzett 4 góljával az olasz élvonal egyik legrosszabb igazolásává vált. A csúfos debütáló szezonjában róla alkotott véleményeket azonban úgy tűnik nem vette túlzottan magára Lozano, hiszen az ide is tartott követően 6 mérkőzésen pályára lépve, sziporkázó játéka mellett 4 góllal és 1 gólpasszal jelezte, hogy ideje korán lett leírva a nápolyi együttesnél. 8. Tanguy Ndombele. Mindenki irigykedve figyelte a Tottenham Hotspur együttesét, amikor a tavalyi szezont megelőző nyári átigazolási szezon folyamán a klub büszkén bejelentette a világ egyik legimpozánsabb fiatal középpályásának, Tanguy Ndombelének a leigazolását. A Real Madrid, a Barcelona, a Juventus és a Paris Saint-Germain csapatai által is nagyra becsült játékos érte a Tottenham a saját spórolós elveit meghazudtolva rakta le a Lyon által elkért 60 millió eurót, így nem kevés nyomást helyezve az akkor mindössze 22 éves francia tehetségre. A házon belül rekord igazolásnak számító Ndombele számára viszont túl nagy volt a teher. A játékos a később menesztett Mauricio Pochettino, majd pedig az újonnan kinevezett José Mourinho rendszerében is szenvedett, így válva az előző szezon egyik legnagyobb mellényúlásává. A nyár folyamán azonban a játékos magára talált, és immár a Tottenham megbízható motorjaként funkcionálva vállal szerepet a sarkantyúsok sikereiben. 7. Henrik Mkhitaryan. Ki ne emlékezne a Manchester United és az Arsenal által végrehajtott játékos cserére, ahol a manchesteriek örmény irányítójáért cserébe az Arsenal az akkor igencsak domináns szélsőt, Alexis Sanchez-t adta cserébe. A papíron remekül kinéző üzlet azonban, mint később kiderült, mind a két csapat számára hatalmas tévedés volt, így Mkhitaryan és Sanchez szinte postafordultában lett tovább passzolva Olaszországba, hogy a két angol klub minél hamarabb megszabaduljon a szebb napokat is megélt játékosok jelentős fizetéseitől. És láss csodát, míg a chilei szélső az Inter kötelékében kezd el kibontakozni, addig Mkhitaryan az AS Roma együttesénél kezd olyannyira szányra kapni, hogy az idei szezon kiírása folyamán mondhatni csapat a legnagyobb húzóneveként funkcionálva viszi hátán a római együttest, 7 mérkőzésen 3 gólt és 4 gólpasszt jegyezve a neve mellett, melynek köszönhetően csapata sokak meglepetésére komoly kihívóvá lépett elő a Scudettoért folytatott harcban. 6. Álvaro Morata. Amikor az FC Barcelona kegyvesztett támadója Luis Suárez leigazolása biztossá vált Madridban, akkor a matracosok szimpatizánsai egyöntetően úgy vélték, hogy szeretett csapatuk vezetőedzője Diego Simeone a csapat veterán támadójától, Diego Costától fog megszabadulni az uruguayi gólvágónak helyet csinálva. Az argentin mester azonban más terveket szőtt, amelyekben inkább a csapat fiatalabbik spanyolja Álvaro Morata vált létszám felettivé, így a félelmetes habitussal rendelkező Costa és Suárez alkotta csatárduó mellett kisiskolásnak kinéző csatár karrierje során harmadik alkalommal költözhetett el Madridból, hogy új csapatot találjon magának.
A Juventus pedig kapva kapott az alkalmon, és 6 évvel teltével újra leigazolta Morátát, hogy a 2015-ös elbukott Bajnokok Ligája döntőt követően immár volt madridi csapattársával, Cristiano Ronaldóval kiegészülve vezessék sikerre csapatukat Európában. A sokak által előre leírt spanyol pedig sziporkázva kezdte a kiírást, 8 mérkőzésen 6 góllal és 2 gólpasszal hálálta meg a belé fektetett bizalmat. 5. Patrick Bamford. 2020 nyarán a Leeds United megtörte az átkot, és 16 évet követően újra az angol élvonalban kezdhette meg a következő kiírást. Azonban Marcelo Bielsa csapata meg annyi kérdést vetett fel a kétkedőkben. Vajon elég lesz a Championship szinten kiváló védelem a legjobbak között? A világjárvány miatt megtépázott költségvetésből futni fogja megfelelő erősítésre? Ismét elvérzik a Premier League szinten többször is megbukott Patrick Bamford a csatársorban. A válaszokra pedig nem kellett sokat várnunk. A Leeds úgy robbant be friss feljutóként az angol élvonal pezsgő vérkeringésébe, mint előtte oly kevesen és ideje korán ugyan, de kijelenthetjük, Marcelo Bielsa rendszere egy szinttel feljebb is működik, a keret megfelelő erősítést kapott, Patrick Bamford pedig úgy teljesít, mintha a Leeds fanok álmaiban lennénk. Az eddigi szezon kezdetéig 27 Premier League mérkőzésen egy gólt szerző angol támadó felnőtt a feladathoz, és az idei kiírás folyamán 8 mérkőzésen 7 góllal és 2 gólpasszal robbant be a köztudatba, miközben látványosan lubickol a különc argentin menedzser támadó rendszerében, az év egyik legnagyobb meglepetését produkálva. 4. Luis Suárez. Ki ne emlékezne az FC Barcelona látványos nyári botrány sorozatára, ahol az azóta lemondott elnök Josep Maria Bartomeu álmokfutása csúcsra ért, és a Lionel Messivel folytatott harca során elüldözte az argentin támadó legjobb barátját is, Luis Suárez személyében. A Bayern München ellen elszenvedett 8-2-es vereséget követően a katalánok kerete öregnek lett kikiáltva, meg annyi túlfizetett veteránnal a csapatban, akiknek mennie kell. Ennek, amint utólag kiderült, halva született fiatalitási próbálkozásnak a vezéráldozata lett Luis Suárez is, aki a nyár folyamán ingyen lett lepasszolva az FC Barcelona egyik legnagyobb riválisának, az Atletico Madrid együttesének. Az uruguayi gólvágó pedig úgy tűnik hatalmas fityiszt fog mutatni volt csapata számára, hiszen első 6 mérkőzésén 5 góllal és 1 gólpasszal járult hozzá ahhoz, hogy a matracosok a La Liga egyik fő esélyeseként tanyázzanak veretlenül az élbolyban, miközben az FC Barcelona a 8. helyen állva küzdik hétről hétre a gólszerzéssel. 3. Wilfried Zaha. A Crystal Palace húzóneveként elhíresült elefántcsontparti támadó karrierje váratlan mélypontra érte az előző szezon folyamán, amely előtt 2019 nyarán a játékos minden távozásra való törekvése ellenére is a sasok színeiben kényszerült a pályára lépni a kiírás kezdetekor. A meg annyi neves angol klub és a Paris Saint-Germain érdeklődése ellenére is középszinten ragadt játékos teljesen elkettelenedett, és ez a fajta csalódás olyannyira kiült a játékára, hogy a támadó csupán önmaga árnyékaként lézengett a pályán. A világjárvány következtében aztán Wilfried Zaha sorsa még jobban megpecsételődött. A nézők és a tévés pénzek kiesésével alig volt olyan klub, amely megengedhette volna magának a játékos leigazolását, így mind a nézők, mind pedig a klub is félve várta a szélső újabb szezonnyi kettelen teljesítményét. Az elefántcsontparti azonban másképpen gondolta, és újra a csapat vezérévé előlépve vezette csapatát a felsőházba, 8 mérkőzésen 5 góllal és 2 gólpasszal hozzájárulva a Crystal Palace remek szerepléséhez. 2. João Félix. A tavalyi szezont megelőzően a La Liga hű követőit a bajnoki cím sorsa mellett az foglalkoztatta a leginkább, hogy vajon a két madridi klub és a Barcelona közül melyik klub erősített a legjobban, hiszen amíg az FC Barcelona Antoine Griezmann és a Real Madrid Eden Hazard érkezését ünnepelhette, addig az Atletico Madrid a Benfica fiatal tehetségére João Félixre csapott le a nyári átigazolási szezon folyamán, klubrekordot jelentő 120 millió eurót kifizetve érte. Az izgalmas kérdésre azonban váratlan választ kapott a nagy közönség, hiszen a három sztárigazolás közül egyik sem váltotta be a hozzájuk fűzött reményeket. Antoine Griezmann és Eden Hazard veszőfutása mellett João Félix sem találta meg a helyét az új csapatában. Így a szezon folyamán csupán 6 alkalommal tudott gólt ünnepelni az Atletico Madrid színeiben, felerősítve azokat a hangokat, miszerint a 21 éves portugál támadó kilóg Diego Simeone játékrendszeréből, és a testi adottságai később is kevesek lesznek ahhoz, hogy a matracosok támadó sorában érvényesíteni tudja argentin vezetőedzője akaratát. João Félix pedig jött, látott és rácáfolt mindenre, amit a sajtó állított. Az idei szezont egészen elképesztő formában 10 meccsen 7 gólt és 3 gólpasszt szerezve kezdte meg, amely teljesítményének köszönhetően kétkedői hétről hétre egyre halkabban hallatták a hangjukat, míg nem mostanra teljesen elcsendesültek. 1. Zlatan Ibrahimovic.
Amikor Zlatan Ibrahimovic 2 évnyi MLS-ben való játszadozás után megunta az amerikai álmot, és úgy érezte, hogy még nem végzett Európában, a futballvilág szinte egy emberként figyelte, hogy végül melyik klubra esik majd a veteránkorban lévő svéd klasszis választása. Amikor pedig kiderült, hogy Zlatan Ibrahimovic úgymond hazatér Milánóba az AC Milán együtteséhez, még a klub legelkötelezettebb rajongói sem tudták, hogy mire számítsanak. Ami pedig azóta történik, arra egészen biztosan nem számítottak. Ibrahimovic a nyáron, amikor a Milán a bajnokság újraindítását követően sorban nyerte a meccseket, a maga sajátos stílusában kijelentette, hogy csapata megnyerte volna a kiírást, ha korábban érkezik. Mindenki nevetett. Aztán elkezdődött az idei szezon, Ibra pedig 5 mérkőzésen 8 góllal és 1 gólpasszal vezényelte csapatát a tabella első helyéig, ezzel jelezve, hogy nem állított valótlant, és vele kiegészülve bajnok esélyes csapat vált az AC Milán együtteséből. A svéd képességeit soha senki sem vonta kétségbe, azt azonban igen, hogy közel a 40-hez képes lesz-e megállni a helyét egy topligás csapatban. Nos, Ibra azóta mindenkinek bizonyította, hogy hiba volt őt lebecsülni, és nem csak, hogy megállja a helyét a legjobbak között, hanem még ki is emelkedik közülük. Ők voltak tehát azok a játékosok, akik idén rácáfolnak a kétkedőkre. Számotokra melyik játékos teljesítménye jelenti a legkellemesebb meglepetést? Írjátok meg a videó alatt kommentben, ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további focival kapcsolatos tartalmakért iratkozzatok fel a csatornára!